Köszöntöm nézőinket! A Pannon Televízió, a Pécs Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara, valamint az Enterprise Europe Network pécsi irodájának gazdasági magazinját látják. Pálinka Cluster létrehozását tervezik a Pécs Baranyai Kereskedelmi és Iparkamaránál. Ez az ital hungarikum, nagy tudást igénylő élelmiszeripari termék, kötődik a turizmushoz, vendéglátáshoz. Ezért kell összefogni a tevékenységhez kötődő vállalkozásokat, indokolta a döntést a kamara osztályvezetője. A kormányzat 2 milliárd forinttal támogatja a hazai, jól működő klasztereket. Erre a lehetőségre is pályáznak az iparkamaránál. Pálinka klaszter alakul a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamarában. Ez nem az alkoholfogyasztásról szól, mondja a szervezet innovációs osztályvezetője. Megvizsgáltuk ezt a pálinka történetet. Ez nem csak a pálinkáról szól, ez a pálinka gyártásról szól. A pálinka főző üzemek elképesztő technológiai fejlesztéséről szól, ez a turizmusról szól, ez az élelmiszeriparról szól, ez a közösségi kommunikációról szól, amiben megállapítottuk, hogy milyen gyenge a pálinkás csapat, mondjuk a boros csapathoz vagy a sörös csapathoz képest. Ezért elképzelhető, hogy valamikor a közeljövőben a pálinkához, ehhez az élelmiszeripari termékhez kapcsolódóan is létrejön egy klaszterszerű együttműködés. Az, hogy hungarikum, az... És ráadásul hungarikum, ugye nem véletlenül jött létre a Pálinka Nemzeti Tanács, kormányzati szinten nagyon fontos a bor, nagyon fontos a sör, és nagyon fontos a pálinka, és nem a fogyasztását tekintve, hanem miután ez egy hungarikum, hogyha valaki járt manapság egy pálinka főző üzemben, akkor elképesztő technológiai újításokat lát. Ez egy 21. századi kvázi iparág, amiben megjelenik a helyi termék, a turizmus, az élelmiszer, és még sorolhatnám. A Kárászi Pálinka versenyen született az ötlet, hogy egy ilyen gazdaságszervezési egységbe tömörítsék az ebben az ágazatban dolgozókat, így növelve esélyüket a piaci versenyben. Az akkreditált klaszterek egyébként most jelentős forrásra pályázhatnak. 2 milliárd forint a keretösszeg. Ami azt a célt szolgálja, hogy az akkreditált státuszt elnyert klaszterek további forráshoz jussanak a nemzetközi piaci megjelenések, közös együttműködések, innovációs fejlesztések kapcsán. Ez a pályázat, ez csak az akkreditált klasztereknek szól, ez Magyarországon nagyságrendileg 30 darab klaszter. Ez azt jelenti, hogy a 2000-es évek elejétől létrejött számos klaszter, ugye Magyarországon egyes nyilvántartások szerint 170 klaszter van, Kínában 50. Ausztriában van 20. Tehát egy picit a klaszterek száma az túlmutat a magyar gazdaság erősségén. De ezek a klaszterek kiszorulnak most ebből a pályázati lehetőségből. Viszont azt gondoljuk, hogy ez egy remek lehetőség, hogy a fenntarthatóságokat, a működésük értelmét igazolják. Ha képesek pályázati forrás nélkül életben maradni, a tagvállalatokat, a klasztertagságot egyben tartani, közös termékeket, közös fejlesztéseket létrehozni, akkor van értelme az adott klaszter működésének, hogyha az állami forrás megszűnése után ők szélnek szaladnak, akkor az a klaszter az nem érte el a célját, fenntarthatatlan, ami egy nagyon fontos uniós szempont. A kamara által menedzselt gépipari klaszter 2010-ben nyerte pályázati forrást, ugye ezt a projektjét 2 év alatt lezárta, és az elmúlt 3-3,5 évben csak a tagdíjakból tartja fel magát a klaszter. Ez azt jelenti, hogy ez a klaszter önfenntartó, uniós pályázati forrás nélkül is egy bizonyos szinten képes működni, viszont ahhoz, hogy tovább lendüljön, hogy mondjuk betörjön a távol-keleti piacokra, hogy a kommunális hulladékprojekt afrikai piacokon megjelenjen, hogy a klaszter együttműködések keretében kialakított páncélozott tartálykocsi, ami az orosz piacra került eladásra, ez nagyságrendileg volumenében megnőjön, ehhez bizony uniós támogatási forrásra van szükség, ezért például a gépipari klaszter, amely akkreditált is pályázik erre a forrásra. Én nagyon fontosnak tartom a helyi klaszterek közül az informatikai klasztert, a biotechnológiai klasztert, amely egy nagyon komoly egyetemi tudásbázis háttérre képes működni, a magyar környezettechnológiai klasztert, amelynek ugyancsak a kamara menedzsment szervezete, amely rendkívül sok környezettechnológiához kapcsolódó közös termékfejlesztést indított el, és ugye a Zöld Főváros projekt is erősen kapcsolódik ennek a klaszternek a működéséhez. És a remek nem akkreditált klaszterek működnek, kiemelném a kreatívipari klasztert,
amely az ország első kreatívipari együttműködése volt, 2006-ban jött létre, és azóta is most már 10 éve számtalan nemzetközi projektet, közös terméket, klaszter projektet hoztak létre. Nagyon fontosnak tartom a helyi gyógyfürdőklasztert, ami az összes dél-dunántúli gyógyfürdőt töböríti. Ez most már kvázi egy nagyon komoly érdekképviseleti eszköz is lehet a gyógyfürdők kezében, és nagyon komoly eszköz lehet arra, hogy a turizmusnak ezt a részben kiaknázott szeletét, amely a gyógyturizmushoz kapcsolódik, ezt továbbfejlesz-e. Az akkreditált klaszterpályázatokat május végéig kellett beadni. 50-70%-os támogatást kapnak a szervezetek, ha nyernek a keretösszegből. Pedagógiai ismereteket kell nyújtani, valamint emelni kell az ipari szakmák elismertségét. Ezért alapított a Pécsi Iparkamara mesterklubokat tavasszal. Itt a szakmák gyakorlati oktatásában nyújtanak segítséget a mesteroktatóknak. Májusban tartotta első ülését az autóipari szakmák mesterklubja. Megkezdte működését a Pécsi Iparkamara autóipari mesterklubja. Május végén tartották első ülésüket. Örömmel tapasztaltam, hogy amikor ezt kitaláltuk kamara égisze alatt, akkor nagyon sokan jelentkeztek, és sokan beálltak ebbe a sorba. Úgyhogy most a felsorolnám, hogy az autószerelők, az autóelektronika szerelők, a lakatosok, a fényezők, illetve a technikusok, akik autószerelés után technikusira mennek, ezek tartoznak bele a klubba. Mindenki azt meséli, mikor megkérdezik, hogy hogy lett-e autószerelő, akkor mindenki azt meséli, hogy hát egy nagyon jó mesterem volt, aki mellett ott tanultam, és ő megmutatott nekem mindent. Ma úgy érzem, hogy ez kevés, hogy annál az egy mesternél van. A cégnek a minden sarkát, tehát most mondanám itt mondjuk egy autószerelőt, egész a raktártól, a munkafelvétel, tehát azt a folyamatot kell végigkísérni és végigoktatni. Nem elég ma már egy tanulónál vagy valakinél van, és ő volt a mesterem, és a lakatos vagy akármilyen fogásokat ismerem, a világot ismernie kell, tehát az egész járműjavítás folyamatát kell neki tisztán látni, mindenben benne legyen az ő gondolata, a végzettsége, minden, hogy tudja, hogy hogyan tud ebből valaha is majd profitálni. Jelenleg 24 mester végzettségű szakember tagjuk van, de várják a további jelentkezőket. A mesterklubokat kettős céllal hozta létre az iparkamara. Szükségük van megítélésünk szerint arra a segítségre, amelyet mondjuk egy ilyen mesterklub keretében tudnak megkapni, ahova idehozzuk azokat a szakembereket, akik pedagógiai, módszertani, szakmai segítséget tudnak nekik nyújtani, hogy mit kell a gyerekek nevelése, oktatása. Nyilván nem a szakmát kell nekik elmagyarázni, hiszen a szakmájuknak a mesterei, de azért itt gyerekek képzéséről, fejlesztéséről, motivációrájáról és egy csomó dologról van szó, amelyekben segíteni tudunk. A másik célja ezeknek a mesterkluboknak, hogy azt tapasztaltuk az elmúlt időszakban, hogy ezeknek a szakmáknak, általában a szakmunkás szakmáknak a presztízse nagyon alacsonyra süllyedt. És hát kik lehetnének azok, akik hitelesen tudnák a saját szakmájukat bemutatni, mint a szakmának a mesterei. És ez lehetőséget ad itt nekik egyfajta összefogásra, egyfajta érdekképviseletre, egyfajta közös fellépésre, ahol a szakmájukat képviselni tudják, ahol beszélgetni tudnak arról, hogy mitől lesz presztízse a mi szakmánknak. Ezen szeretnének változtatni a kiváló szakemberek bevonásával. Tavaly szeptember óta csak mesteroklevéllel oktathatók a szakmunkás tanulók a gyakorlatban. Tavasszal az autóipar mellett a gépipari, a vendéglátóipari és az építőipari szakmákban dolgozó oktatóknak szerveztek mesterklubokat Pécsen. Hogyan segíthet a művészi látásmód a gazdasági társaságoknak? Milyen közös fejlesztések, megoldások születhetnek az együttműködésből? Ezekre a kérdésekre keresték a választ Pécsen. A nemzetközi találkozónak a kreatív ipari klaszter adott otthont májusban. Nem csak a termékek formájánál, csomagolásánál hasznos, ha a művészekkel dolgozik együtt egy cég. Az a különös látásmód, ahogy a világot szemlélik ezek az emberek, akár a termelési folyamatban is komoly hasznot hozhat.
Ugye egy új márka építésébe fogtunk, amelyek a már meglévő alapokra építkeznek, és azon a lényeg, hogy ezt szeretnék mindenképpen Európában többfelé terjeszteni, vagy többfelé elvenni azt a tudást, amit itt megszereztünk, és kíváncsiak vagyunk, mire vele a munkánk egy része, akár a filmes, televíziós, akár a rendezvényes munkánk egy része művészi jellegű, vagy művészekkel való kapcsolattartást is tartalmaz, ezért megpróbáljuk azt, hogy az ő szemszögükből mit jelenthet ez, vagy mi az, ami hozzáadott érték lehet számunkra. Biztos, hogy más szemléletet hoznak, tehát ahhoz, hogy mi egy expanziót elérjünk, ahhoz biztos, hogy kellenek más szemléletek, más országokból, akár északi országokból is itt vannak, Nyugat-Európából, Kelet-Európából. Egyszerűen szemléletváltást, illetve nyitnánk erre az irányba, és ezért nekünk is muszáj megtudni ezeket az információkat. Kell egy olyan input oldal, amitől mi is tudunk alkalmazkodni a megrendelő igényekhez. A művészi látásmód és a gazdasági tevékenység, ez volt a témája annak az egyhetes találkozónak, amit Pécsett tartottak májusban. Egy két éves nemzetközi projektet hoztak a városba. Azért fontos ez a program, mert a művészek gazdasági életbe való beavatkozásával mind a cégek, mind a művészek sokat nyernek. Az így létrejövő megtermelt érték a városnak és a közösségnek is hasznára válik. Ez a program egy programépítés, de vannak példák arra, hogy a művészi beavatkozás segítségével a vállalati innováció erősödött, és a vállalatok gazdagabbak lettek. Természetesen a művészek is a tapasztalat által, valamint megbízást kaptak ezek az alkotók a vállalkozásoktól. Pécsen egy hetet töltünk, 21 művész van a 33 fős csoportban. Itt arra keressük a válaszokat, hogyan működhetnek együtt a cégekkel a művészek. Erre készítünk egy módszertant, illetve találkozunk helyi vállalkozásokkal, akik elmondják problémáikat, és erre a konkrét kihívásra adunk majd választ, modellezve a módszertant. Amit itt sikerül megalkotnunk, azt leírjuk. Ez lesz majd annak a tananyagnak a része, amit szeretnénk Európában elterjeszteni. Az eseménynek a kreatív ipari klaszter adott otthont a Kohóban. Ez a Breaking the Desk projekt, ez egy nagyon szép kihívás arra vonatkozólag, hogy hogy tudunk a művészeti beavatkozás módszerével segíteni a vállalkozásoknak, ezt hogy tudjuk mi itt a régiónkban elterjeszteni, hogy tudnak a művészek ebben részt venni. Miközben ezt mi elméleti síkon csináljuk, közben valóságban is, mert például a Lakics Kft. A Lakics workshopot szervezi, ami június 27-én lesz, és az egyetem 6 szobrászművésze fog a Lakics komlói telephelyén egy hétig dolgozni. Ez egy fantasztikus lehetőség, és ugye a maradék anyagokból, mert nem mondanám ezeket hulladéknak, mert ugye fémből van, tehát semmiképp nem kárba vesző anyagok, de most más módon hasznosulnak majd, mert műalkotások, hozzáadott érték jelenik meg bennük, tehát gyakorlatilag már elkezdődött ez a folyamat, és reméljük, hogy minél hamarabb kifejlődik. Mi azt tapasztaltuk, hogy egyébként a vállalkozások részéről is nagyon nyitottság. A Breaking the Desk projekt egy több mint két éves projekt, és ennek a projektnek az egyik legnagyobb rendezvénye most itt van Pécsett számunkra. Ez nagy megtiszteltetés, mert elismerése annak, hogy itt ez a munka folyik. A művészek a munkafolyamatba is beavatkozva tehetnek javaslatokat. Ennek az a lényege, hogy az ő látásmódjukat kell használni. Tehát nem a művészetükre van itt elsősorban szükség, hanem a művészi látásmódjukra. Lehet ez egy táncos is, aki elmegy egy gépgyárba, és valamit meglát, amitől jobb lehet az egész. Az emberek közti kapcsolatot láthatja meg. A termelékenység zavarait láthatja meg. Egy teljesen idegen és friss szem. Ehhez persze nagy nyitottság kell mind a két fél részéről, de nagyon sikeres projektek ezek általában. Mondok egy példát, például Svédországban volt egy ilyen, hogy festőművészt hívtak meg egy kórházba, mert nem mindig csak gyárba lehet. És mindent kipróbált, amit a betegek csináltak, és egyszer csak rájött, hogy nem a falakat kell kifesteni egy kórházban, hanem a plafont, mert azt nézik. De hát ugye a beteg hanyat fekszik, kénytelen szegény a plafont nézni, és ezért ott például ez volt egy megoldás, amitől utána mérték, hogy jobb lett a közérzet, nyilván ezt kihat a gyógyulásra. A rendezvényen 7 ország, Franciaország, Olaszország, Románia, Finnország, Spanyolország, Anglia és Magyarország 40 művésze és kreatív szakembere vett részt. Üzletembereket vár a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara szeptemberben. Az eseményre már lehet regisztrálni. A találkozóra előre felkészülhetnek a résztvevők, hisz az Enterprise Europe Network adatbázisában mindent megtudhatnak a tárgyaló partnereikről.
Üzletember találkozót szervez a Pécs Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara. Szeptemberben tartják majd az eseményt a Baranyai megyeszékhelyen. Örömhír, hogy az üzletházhoz jön, úgyhogy remélem, hogy egy nagy számú nemzetközi üzletember találkozót tudunk szervezni, illetve itt fogadhatjuk a hazai és nemzetközi üzletembereket, Pécset. Ennek az időpontja 2016. szeptember 19 és 21 között lesz, és a 20-a a fő nap, tehát az eleje és a vége ott kísérő programok lesznek. Ezeket annyira most még nem részletezném, tehát ezek képlékenyek. A lényeg az, hogy alapvetően a kísérő programok azok is mind olyasmi, arról fognak szólni, ami a kapcsolatépítést, nemzetközi kapcsolatépítést szolgálja, esetleg cégprezentációkat. A regisztráció már megkezdődött. A pécsi üzletember találkozó híre eljutott már a nemzetközi irodahálózat országaiba is. Mivel az Enterprise Europe Network hálózaton keresztül szervezzük, így 63 ország számára elérhető már a programunk, tehát a közös felületen ők látják, hogy mi mit kínálunk. Alapvetően a szomszédos országokban gondolkodunk. Ezen kívül pedig Lengyelország, Csehország és Olaszország északi része és Németország kapott nagyobb fókuszt. Ezt egyébként a vállalkozásokkal, akik közül nagyon sokan a gépipari klaszterből kezdeményezték, hogy egy ilyen találkozó létrejöjjön, ők kérték, tehát ők jelölték meg alapvetően, hogy milyen országból szeretnének partnerekkel találkozni. A nehézség az abban rejlik, hogy mindenki eladni akar, tehát ezt most, hogy megkezdtük a szervezést, tapasztaljuk. Jelenleg 39 együttműködési profilt regisztráltak, ebből most a többsége még magyar, de megkezdődött a külföldiek regisztrációja is. Van már regisztráltunk, vagy jelentkezünk Horvátországból, Csehországból, Romániából. Van egy olyan szektorlista, amire elsősorban fókuszálunk. Ebbe a gépipar kiemelkedő, ezen kívül a beszállítóipar, ez alatt érthetünk műanyagipart, jármű alkatrészeket, tehát járműipart. Ezen kívül megjelenik a környezetipar, az információ és kommunikáció technológia, valamint az élelmiszeripar. A résztvevők fel tudnak készülni az Enterprise Europe Network adatbázisából, hogy pontosan milyen cégekkel tárgyalhatnak. Szoftveres tárgyalási napló alapján osztják be a cégeket, egy óra alatt három partnerrel tárgyalhatnak majd az üzletemberek. Március végén elfogadásra került az új uniós vámkódex, melynek szabályai május 1-től érvénybe léptek. Az exportőr cégek könyvelők részére a NAV Baranya megyei adó- és vámigazgatósága vám főosztályával együttműködve információs napot tartott májusban. Az eseménynek a Pécs Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara adott otthont. 2016. május 1-től az eddigi vámszabályozást felváltotta az új uniós vámkódex, amelynek leglényegesebb szabályozásai az adminisztráció csökkentése, az elektronikus ügyintézés továbbfejlesztése, és ezzel szolgálva a hatékony feladatellátást. Nagyon új szabályozás a központi vámkezelés ebben az uniós vámkódexben, amelynek az a lényege, hogy a cégek a letelepedésük szerinti vámhivatalnál tudják kezdeményezni az eljárásokat, illetve az ellenőrzéseket más vámhatóság is végezheti, ezzel megteremtik a munkamegosztást a vámhivatalok között. Magyarországon jelenleg a vámeljárásoknak több mint 98%-a már elektronikusan zajlik. A hiányzó pár százalékot, azon ügyeket, amelyeknek az intézése még nem elektronikusan történik, 2020-ig kell kialakítani. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!